kiránc tele vas. Oda megyünk le. Ahogy látom, ott néhányan strandolnak. Ezen az úton valami elképesztően gyönyörű a kínálat. Van. Szarabaska fölött az Alabicnél vagyunk, és bár nem meleg, de ilyen, de hideg, hideg. Ez egy olyan 19-20 fokos víz, muszáj lesz egy kicsit megcsobbanni. Hozzának tetszik. Még szokni kell. Elhagyva egyik oldalon egy szépséges öbölben fülöttünk így október közepén, a másik oldalon pedig hihetetlen holdbéli táj fogad minket, ez a Krükszigeti hegyek között vezet egy kis út fölfelé, de ahogy gondolom ez pár száz métert vezet maximum, és akkor utána már maximum gyalog át a hegyeken. Itt a hegyeknek a túlfelén, ott arra a hegyek túlfelén, ott van Baska. Hát csak ember legyen a talpán, aki ezt az ösvényt képes megjárni. Magyarul pedig szalmagyopár a neve ennek a csodálatos növénynek. Hihetetlen erős illat van, mint hogyha egy fűszertartóban sétálnánk.
ami bazi nagy kövekből lett összerakva. De ott rengeteg zsája van, mellette pedig mélye. Milyen gyopár? Szalma gyopár. De jó élete van. Ilyet még életemben nem láttam. 20%-os emelkedő. És egy kis kereszt van rajta. Sajnos le van zárva. Fölmenni nem tudunk, de ez a vízműnek valami területéhez vezet.